Kérdelem, felénye is. Nem Tel Avivból jött, hozzáteszem. Kigyúrt, kopasz, talán magyarul beszéltek is, még inkalosok vannak ott. Az inkalosokról nagyon sok ember tud nyilatkozni, akik elszenvedték mondjuk 2008-ban is az, hogy már a rendőrségi feladatokat hajtott végre, és az inkalosok motoztak rendőrségi jogkör nélkül március 15-e télen is, ha jól emlékszem. Mindenki tudja ezt. Én a könyveimben többször megemlítettem, hogy a rendőrök 2006-ban már arról nyilatkoztak, hogy az Incal Security az az ő tevékenységüket lehetetleníti el. Az Incal Security-nek a vezetősége az puszipajtása a rendőrség vezérkarának. Hát ez egy góc, egy csomópont. És nem csak Gergényiről beszélek, leánykori neve Krügenwald, csak hogy értsük jól. Ez szép magyaros ősi név. Nem csak őről beszélek, hanem az egész rendőrségi vezérkari bagázsról, aki a legkisebb hal ebben a medencében. A nagycápákról nem is nagyon hallunk. A nagycápákról most egyre több külföldi hírportál, illetve egyre többen most már Magyarországon is úgy kezdenek el beszélni, hogy borogatják kifelé a Rothschildi családfát. Hozzák le az információkat a Bilderberg csoportról, amelyben benne vannak skandinávok is. Tehát Svédország, hát nem léteznek országok. Svédország. Azt mondjuk, liberális ország. De gyerekek. Franciaországban most a Sarkozy elmondta, hogy a liberalizmus megbukott. Ezt egy fél évvel ezelőtt elmondta Merkel is. Hogy aki nem tud németül, és nem akar beilleszkedni, annak nincsen keresnivalója Németországban. Ha ezt Magyarországon foganatosítanák most, akkor nagyjából a magyarnak mondott lakosságnak a egyharmada az sebben lobbal elhagyhatná az országot valamilyen irányba. Sarkozy elmondta, mondom, egy héttel ezelőtt, hogy megbukott ez a fajta világszemlélet, megbukott az, amit ők ennek a sokszínűségnek neveznek, és igenis a nemzet erősítését jelentő, vagy a nemzeti tudatot erősítő intézkedéseket kell behozni. Most kezdik majd ráerősíteni, most, amikor Magyarországon hirtelen mindenki magyar lett. Tárt karokkal várják a honosított állampolgárokat. Az a rossz hírem, hogy nem a felvidéki magyarokról van szó. Nem erdélyi magyarokról van szó. Hanem az izraelita magyarokról van szó. És ezt tudják a felvidéken is. És nagy baj van, mert azt mondja, Szlovákiát felszámolják. Tudjátok, hogy? Hogy Szlovákiát a zsidó ugyanúgy felvásárolta, mint Magyarországot. De nincsen már határ, mert a magyar területnek mondott területnek az a része is már ugyanazért a emberé, mint a szlovák területnek azon része is. Hát azt ő fölvásárolta, hogy kitől kapta a pénzt? Hát attól kapta a pénzt, aki finanszírozza, ez a Rothschildi történet, attól kapta a pénzt, aki finanszírozza Nagy Magyarország zsidó császárságának a létrehozatalát. A Szent Koronával megkoronázva. Néhány évvel ezelőtt még nagyon furcsa volt ugye beszélni a Szent Koronáról, hogy lehet erről, hogy tényleg nem is tudunk, nem is hallottunk róla, meg hogy tabu volt. Én gyerekkoromban egyszer megvásároltam, és olvasgattam, a Rufi Péternek volt egy könyve, a Szent Korona, nem tudom, hogy emlékeztek, hogy megvan-e valakinek, és utána nagyon hosszú ideig csend. Utána lehetett hallani arról, hogy ugye István a király, a rockopera. Ugye zsidók szépen megírták az István a király rockoperát, és előadták az ő saját szájízüknek megfelelően azért, hogy egy dolgot hangsúlyozzanak ki, és gondolkozzatok el ezen. Mindenki az ezer éves múltunkra utal. Gyerekek, mondtam, nem ezer, hát ezer ez a körlöm alatt a piszok, már ha magyarokról beszélünk. Ezer ennyi. Azért akarják ezt az ezret, hogy oda tegyék mellé a 6000-et, vagy a majd 6000-et, hogy ahhoz képest mi hol vagyunk. Ez az önértékelésünkben egy olyan fajta fricska, amelyet azért nem akarnak úgy elmondani, hogy gyerekek, üljünk már le a Magyar Tudományos Akadémia, barátaim között csak Magyar Talmudista Akadémiának nevezzük, mert az a pálinkásnak mondott Józsi, meg az összes, a Glac Ferenc, ez mind az, ez mind fajtársa. Ez mind az a csoportnak a része, amely most szakértőként van jelen, és ők alkotmányoznak. A Szili Katalintól kezdve az egész társaság úgy, ahogy van. Nem tudom, hogy itt hogy álltok, de feltételezem, hogy a helyzet egy és ugyanaz. Ugyanis ahhoz, hogy a székely autonómiáról beszéljünk, ahhoz nyilván őnekik ezt le kellett jól zsírozni, a úgymond román kormánnyal, akik valószínűleg ugyanúgy pénzéhesek. Tehát itt is lehet
Ugye nem régen volt ilyen, hogy megbukott a kormány, vagy nem bukott, vagy majdnem megbukott, aztán mégse bukott meg, de hát menjünk egy sarokkal odébb, Moldáviába. Mi volt ott a kormányválsággal, hogy Filterekről osztott a kormány? Lehet, hogy nem tudtok róla, de Moldáviában azért az ukránok elég jó állnak a T-90-esekkel. Itt van egy köpés. És készen vannak arra, hogy az a köpés az nagyon gyorsan elfogyik. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, de az oroszok azok harckészültségben állnak végig Belorussziánál, végig a magyar határoknál, a úgymond ukrán területeken. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy háború készül. Ezt szépen óvatosan csepegtetik. Nekünk ez úgy tűnik, hogy persze a Közel-Keleten, igen, ott veszély van. Hogyne, hagyjaj. Persze, Kóreában, ezek a kóreák, ez egy békétlen nép. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy amíg ők békétlenségéről beszélünk, addig a magyar csatornán, Mózes egyen, megy Silla királyságának az égkövön. Ami arról szól, ki van mondva, hogy a két Kóreát egyesíteni kell. Kóreát egyesíteni kell. Elmondja. Tudjátok, mi zajlik most? Kórea egyesítés. De ha Kórea egyesül, akkor az Amerikai Egyesült Államoknak menni kell. Tudjátok, hogy miért látogat Medvegyevel a Kuril-szigetekre? És miért hisztizik a, úgymond a japán külügyminiszter, hogy ilyet nem szabad csinálni, mert ez provokáció? És miért telepített most S-300, S-400-as rakétákat a Kuril-szigetekre? Azért, mert Okinaván ott vannak az amerikaiak. És az amerikaiak most már nem a világ vezető hatalma. Nem is az első, nem is a második. Talán a harmadik helyet még megcsípheti, de nem biztos. Az USA elbukta ezt a meccset. Ezt onnan lehet észrevenni, hogy lázong az egész Közel-Kelet. Izraelbe baj van. Izrael nem mer támadni. Izrael önmagában nem meri megtámadni egyetlen egy közel-keleti országot sem. Egyetlen egy. És az USA már nem azt a hatalmat képviseli. Tudjátok, ki megy oda békítő tárgyalásokat folytatni? Az orosz. Tudjátok, ki ajánlott föl az ENSZ-nek békítő csapatokat, kéksapkásokat? Nem Amerika. Az egyiptomi üggyel kapcsolatban. Az orosz. Tudjátok, hogy mi történik most a világban? Egy hatalmas nagy fordulat. Kína és az Ázsiai Unió átveszi azt a szerepet, amelyet eddig képviselt a judeó vagy judeó kereszténynek. Most egyre jobban, ezt két éve hallottam először, hogy van judeó kereszténység. Tehát, hogy így, hogy judeó kereszténység. Addig csak azt hittem, hogy kereszténység. Most már judeó kereszténység van. És milyen érdekes, hogy tegnap előtt éppen a Medvegyev járt a pápánál. Talán megbeszélte vele, hogy de figyelj, gondolkozz már el. Lehet, hogy a pátriárka egy csapásra a keresztényeket jobban a helyre tudja kezelni, mint te. Mert naponta, ha nincsen 48 pedofil ügy kiborogatva, ha naponta nincs bebizonyítva, és lehet, hogy a mi raktárainkban legalább annyi adat van azzal kapcsolatban, hogy mit hazudtatok, és kik vagytok ti ott, Vatikánban. És hogy hülyítitek az embereket itt, hogy még papok kiállnak, és elkezdik, hogy ki szavazza pártra. Erre pártra, meg arra pártra szavaz. Tehát, hogy használják, hogy használ Tel Aviv benneteket föl arra a célra, amely célt nem isteni, és köze nincs hozzá. Elmegy Medvegyev, és azt mondja, hogy beszélgessük már. És magán kihallgatáson beszélget egyet a pápán. És elmondja neki, hogy szent atyám, nem biztos, hogy szent vagy. Még fiatal korodban Ratzingernek hívtak, és ha jól tudom, akkor náci voltál. De jól meg volt ez buherálva. Hogy a beavatási szertartás után irány Tel Aviv fogható ember. Ugye minden politika. És semmi nem politika, mert ez csak az igazság kérdése. És az igazsági az, hogy a hatalom kereke fordul, egy nagyot fordul, és az azt jelenti, hogy amit eddig nektek elmondtam az izraeli betelepülésről, a zsidó betelepülésről, a zsidó szabadkönyves összeesküvésről, hogy hogyan vitorolják Magyarországot, és hogyan vitorolják Galíciát. Ukrajna. A Ukrajnában a minisztere volt miniszterelnököt, és a közvetlen közegét azt most bíróság elé citálják. Szedik szépen szét, sorba. Aki lehet, tehette, elmenekült Izraelbe. Akkor hozzáteszem, hogy tudjátok, hogy honnan voltak az izraeli voltvezetőség?
Na most képzeljétek el, amikor Magyarországon lesz ez a fordulat, és a magyar vezetők, úgymond vezetők, menekülnek Izraelbe. Ki? Akkor derül ki majd nagyon sokaknak, hogy gyerekek, hol volt ezeknek a hazája? Ott, nem Magyarország. Hanem valójában ott, oda tartoztak ők. Ez azt jelenti, hogy nincsen politika. Ha nincs politika, nem lehet politikai állásfoglalást folytatni. Egyfajta dolog van, amelyet képviselni kell, képviselni tudunk, nincs is más. Az pedig a magyar nemzet védelme. És harc a magyar nemzetért. Nincs más ügy. Politikailag ezt jelen pillanatban nem képviseli senki. Nincs olyan platform, aki fölmer állni, és elmeri mondani, hogy gyerekek, kitette le az esküt? Jó, akkor elő a falvával, kicsoda? Kicsoda? Itt, a Mécs Károlytól kezdve, beszéljünk már meg, honnan jöttél, ki vagy te? Kinek jelentesz? Kinek jelentettél? Ki a 3x3-as, 3x2-es, honnan jöttetek? Kinek AVH-s az apukája, anyukája? Mit követtek el? Torockai Laci. Vármegyés, ismeritek, ugye ismeritek? Apai név, Tóth, ügyvéd úr. Torockai Tóth volt. Egészig, amíg ugye azt mondja, hogy egyetemre került, akkor hirtelen Torockai lett. A nagypapa Tucsek. Az a Tucsek vérbíró, aki 56-ban ítélkezett sorban, és ítélte halálra az embereket. Most a Torockai néven futó ember az, aki képviseli a magyar radikálisoknak azt a szárnyát, amelyet bármikor az AV-hely csettintésére bárhol csinál egy kis randalírozást. Most már nagyon sokaknak föltűnik, hogy hogy van az, hogy most számoltatják 2006-tal el a közeget, és nem merül föl a büntetőjogi felelőssége, sehol nem merül föl a Torockai Tóth Tucsek névnek. Aztán mindenki oda van itt már, legalábbis, hogy remélem, hogy csak oda volt, Morvai Krisztináért. Csak hogy beszéljünk a lényegről. Anyukája, Morvai Krisztina, még Schwarzer Klára. Egyesek szerint, rossz nyelvek szerint, én nem akarok utána járni, debreceni összeköttetéseim ezt állítják, debreceni Schwarzer rabbinak a unokájáról van szó. Ki a magyar? Mi van Brüsszelben? Értitek ti, hogy mekkora átverés ez? Fel tudjátok fogni, hogy semmi nem az, aminek látszik? Most hagyd nem ragozzam, hogy a Jobbik vezérkarban még ki az, és az utolsó, aki nem volt elég kóser, azt az utolsó pillanatban szépen félretették. Tele vagyok ilyen emberekkel. Ezeket mondják, hogy sértett emberek. Lecserélték szépen megbízható fiatal zsidó gyerekekre, főleg férfiakra. Hogy ezeket szexuális lehetőse, vagy szexuális, nem tudom, téren fogják, van erre utaló adat. Tehát csináltak ilyet, hogy hétvégi összejöveteleken csinálunk egy kis partit. Aztán forog a kamera, egy-két fotó, és onnantól kezdve nincs szabad döntés. Így dolgozik a titkos szolgálat, hozzáteszem. A titkos szolgálat így fogja azokat az embereket, ez nem kell zsidónak lenni. Egyszerű, hazaáruló magyar. Nem akart ő rosszat, csak összejött valakivel, aki éppen ügynök volt, ő bevitte valamilyen balhéba, és ott készült egy film, és onnantól kezdve elétették, hogy nagy öregem, akkor vagy aláírod a szerződést, itt, hogy a beszél, vagy pedig akkor Anyuci is megtudja, hogy, sőt nem csak Anyuci, holnap lehozza a blik, hogy te ki vagy. Tele van ilyen dossziékkal a titkosszolgálatoknak a szekrénye, ezért nem lehet lebuktatni. Az egész társaság mehetne így kéz a kézbe a börtönbe. Azokba a börtönökbe, amelyeket most már magánpénzből, úgy magánpénzből, hogy ez a magánpénz az a mi pénzünk, tehát közpénzek, ellopott közpénzekből, nagyon szeretem, amikor azt mondják, hogy Európai Uniós támogatásból készül valami. Ilyen nincs. A tagországok, adott esetben Magyarország, vagy ti itt, befizetéseket, mint Európai Uniós támogatást osszák szét azok között, akik az ő maguk fajtáik, akik képesek visszaosztani ebből 10-20-30-50%-okat. Így épül a magyar 4-es metró. Szerintem már elfúrtak kétszer oda-vissza Tel Avivig. Soha nem fog fölépülni ebben a rendület, és 85-ször többe kerül, mint a tervezet. A múltkor küldte a Norvégiából a barátom, gránitban fúrták, keresztül kasul, legalább olyan, és még egyéb körműveket csináltak, másfél-két év alatt készen voltak mindennel, negyed annyiért. Ez a társaság, ami jelen pillanatban politikusnak, gazdasági szakembernek,
mondja magát, és azt mondja, hogy ezt hirdeti, fentebb hirdeti, hogy a magyarok megmentése és a magyarok és a magyar jövése, ennek köze nincsen a magyarság. Köze nincs. Annyi van, hogy bele szeretne bújni a bőrébe, és amikor már benne van, akkor majd észreveszed, hogy a zsinagógákat sorra újítják föl. Hogy a zsinagógába járnak mind, nem a templomba. Most még oda? Most még van köztük katolikus, református, sok minden van. Akkor már nem kell. Akkor már megmutathatja, hogy gyakorlatilag mi már itthon vagyunk. Nyíltan kimondhatja, hogy itthon vagyunk. Nyíltan jöhetnek a haszid zsidók, és randalírozhatnak a négyes metró. Volt négyes metró, már akkor a négyes metró, nekik elkészül. Nyíltan jöhetnek fel legyen, és a siratófalat játszhatják el. Most ilyet nem látott még ilyet a magyar. Szokjon hozzá a gondolathoz, hogy egyre többet lát ilyen. Nyíltan elmondhatja Salamon Berkovics, Kanadából betelepítendő zsidóknak a vezére, mert a kanadai terület az övé, a Traubiszódás Salamonról van szó, hogy ők már 1200 évvel ezelőtt, és ez nagyon fontos, ezért ragaszkodnak az 1000 éves államalapításhoz, mert a Salamon Berkovics elmondta, hogy ők már 1200 évvel ezelőtt már településeket alkottak itt Magyarországon. Nyíltas község. Elmondja nektek azt is, amit soha nem tanultatok történelemből, de most tőlem meg tudjátok, hogy a huszárok zsidók voltak. Nem tudtátok? Jegyezzétek meg, ha Salamon Berkovics mondja, salamoni bölcsességével, a szemes jó, akkor higgyétek el, mert ez így van. Jó hírem van. Akkor a nagy baj van Tel Avivban, hogy már a rabikat kezdik el gyűjtögetni a rendőrségre, és most azon megy a hajcihő, a Likud és a Kadima, ez a két párt, ez körülbelül olyan, mint a MSZP Fidesz most. Kadima között, hogy az eddig érinthetetlen rabikat, akik csinálhattak gyakorlatilag bármi, pedofili, ami csak elképzelhetnek, azokat bíróság elé kell állítani. Gyakorlatilag a Tel Avivi kormány széthullás előtt áll. És ez nem csak mímel dolog, az egyéni érdekek megfékezték, vagy az egyéni érdekek szétszették ezt a rendszert. Ugye atomháborút szerettek volna ők kezdeményezni, amelybe becsatlakozik az Egyesült Államok, és erre rácuppan az Európai Unió hadereje. Magyarországon polgárháborút szerettek volna kirobbantani, illetve még ez folyamatban, amíg szeretnék. Most a Jobbikot kezdik felhasználni, hogy hát ha valami cigány ellenesnek tűnő dolog miatt rá tudják venni az Európai Unió csendőrségét arra, hogy Magyarországra bevonuljon, és katonai területnek nyilvánítsa az országot. Ehhez még rásegítenek egy kis esőcsinálással, akkor csinálnak olyan esőt, amilyet akarnak. Tehát ha ilyet hallottatok tavaly tavasszal, hogy én nem is értem, ilyen villámokat még nem láttam, hanem is volt felhő és villámok, akkor gondoljatok rá, hogy ezt szabályszerűen bármikor, bárhol meg tudják csinálni. Nem tűnt föl senkinek, amikor Pekingbe csinálták az olimpiát, elmondták a pekingiek, hát nem volt eső. És elmondták, kínai, elmondták, azért nem volt eső, mert megcsináltuk, hogy ne legyen. Most elmondták, egy héttel ezelőtt a fiam ott kuncogott mellettem az autóba, hallgattuk a híradót, és azt mondják, hogy hát ugye nem esett már ott az egyik területen nagyon régóta eső, és fölküldtek egy permetezőgépet, speciális anyaggal, megszórta a területet, 6 óra múlva esett az eső, sőt, Pekingben még a hó is esett. És elmondja most már a rádióban. Nyíltan bevallja, hogy ott avatkozik be, és úgy avatkozik be az időjárásba, ahogy és ahol akar. És közben nálunk a meteorológusok egyet tehetnek, megkérdezik a katonai hírszerzés, hogy gyerekek, mikor milyen időjárást terveztetek. Mikor lesz eső? Azért, mert a radar, a műholdképek nem tudunk rájönni, hogy mikor milyen időjárást akartok csinálni. Az Ázsiai Uniónak a megbeszélésére, akkor azt mondták neki a kínaiak, hogy meg az oroszok, felejtsd már az ameródat, játsszál vele. A dollár nem számít, a dollár töredékét éri annak, amit most ér. Ez egy fölpumpált lufi pénz, a dollár ugyanúgy. És azt mondták a kínaiak, figyelj csak, mi elszámolunk egymás között rubelben és jenben. Ez ami, és létrehoznak egy nagy tőzsdét, ahova nem engedik már be ezeket a zsidókat, akik eddig játszottak a tőzsdét. És azt mondja, figyelj, amit főztetek, egyétek meg. Úgyhogy még vár ránk egy nagyon kellemetlen szakasz, amikor szépen ezt a lufit, vagy gyorsan, vagy lassan, hozzáteszem, túl sokáig már nem húzható a dolog. Orbán elmondja mostanában egyre gyakrabban, hogy 2 évvel ezelőtt csődbe volt az ország. Emlékeztek rá, amikor Gyurcsánynak menni kellett, és a hirtelen ugye miniszterelnök váltás lett.
Most már elmondja, hogy 2 évvel ezelőtt önök csődbe vitték az ország. Csődbe volt az ország. Éreztetek belőle bármit is? Hát azon kívül, hogy én már akkor is azt mondtam, hogy készüljetek föl, legyen otthon tartós élelmiszer, bankban a pénzt ne tároljátok, készüljetek föl arra, hogy egymásnak segítséget nyújtsatok, ismerjétek meg, hogy ki a barát és ki az ellenség, szelektáljátok ki magatok közül azokat, akik nem odavaló, és készüljetek arra, amire én nagyanyámtól nagyon jól emlékszem, hogy nagyanyám még hogy nevelkedett, ő ugye a háborút végigélte, és a utána következő éveket, hogy a kamrából, a spejzból volt élelemosztás. Nem a közérből, hogy fiam, szaladjál már, meg kellene egy darab, nem. Kifogytunk a lisztből, menjél már el is hozzá. És mikor? Hát majd a következő hónapban, amikor már kell. Mert otthon volt minden, aminek lenni kell. Ne felejtsétek ezt el, aki teheti, az ne arra hagyatkozzék, hogy a multiból majd beszaladok és veszek, mert a multi bármikor bezár. Hogy mikor? Amikor azt gondolják, vagy azt mondják. A bank bármikor lehúzza a redőnyöket, csepegtik a híreket. Minden héten jön egy ilyen új hír, hogy milyen váratlan, Amerikában megint bezárt 4 bank. Milyen váratlan, mit tudom én, az egyik magyarnak mondott bank számolja föl a lányvállalatait, és azt hiszem az Erste-vel kapcsolatban volt ilyen, hogy felszámol hirtelen.